Kecskei Mónika vagyok, magyar fantasy szerző, és elsősorban mitikus fantasyt írok. 2019-ben jelent meg első regényem a Tündöklő, Krakkóba pedig azért érkeztem, hogy második regényemen dolgozzak, ami egy magyar folklórral foglalkozó történet lesz. Női hőse lesz, és magyarországi 20. századi helyszíneken játszódik, a mögötte lévő mitológiai tartalom pedig egy magyar alsóvilágon tett utazást. Az ember hosszú ideig volt szinte egyedüli viszonyítási pont a tudományban és a művészetekben. Sokáig furcsában néztek arra, aki másféle kapaszkodót keresett. Számomra a fantasztikus irodalom ez a kapaszkodó, ahol új nézőpontokat találok, ahol az ideális emberhez viszonyított minden furcsaságon felvállalhatom, ahol lehetek tündér, vagy oszorkány, táltos, vagy sárkány, ahol lehetek csillag az égigérő fa ágán, vagy a gyökerek közt megbúvó féreg, hogy fentről is, lentről is megnézhessem magamnak az embereket. A fantasztikum arról szól, hogy különbözők vagyunk, hogy mind különbözünk az ideális embertől. Ha úgy tetszik, mind szörnyek vagyunk. A fantasztikum azonban nem próbálja meg elrejteni a hátadon végigfutó tüskepikkelyeket pusztán azért, hogy mások elfogadjanak. A fantasztikum biztos kézzel teszi láthatóvá a különbségeket, hogy végre megértsd önmagad, és téged is megértsenek.